Képzeljétek, kutyavetye megkért, hogy a farsangi bárra készítsek neki valami kedvére való maskarát. Amit kitaláltam neki, nem más, mint egy egérjelmez sajttal. Ehhez ezt a maradék kartondobozt fogom használni, mert nem dobunk ki semmit. Lássunk hozzá! A kartondobozból kivágok egy kis darabot, hogy sajtformája legyen. Mivel éles eszköz használunk, kérjétek a szüleitek segítségét, és csak óvatosan. Nem, a lyukakat nem az egér rágta ki. Ezeket én vágtam ki. Ebben a nagy sajtkészítésben úgy megkívántam a sajtot. Egy jó kis trapista sajt, tele lyukakkal, le is festem sárgára. Míg a sajton a festék szárad, addig elkészítem az egér állarcát. Akad még pár feladatom, hiszen ezzel még nincsen készen az állarc. Hiányoznak még a nagy fülek, hogy jól hallja, hogyha a macska éppen a környéken ólálkodik, illetve az orra és a bajusz, hogy jól kiszagolja az eleséget. Felragasztom az egérket nagy füleit. De aranyos lett. Remélem kótyavetyének is tetszeni fog. Húzok még egy gumit az állarcba, hogy könnyebb legyen hordani. A sajt megszáradt, most már csak a pántokat ragasztom rá, hogy fel lehessen venni. Kész is. Az állarc is elkészült. Ó, jaj. Ez egy kicsit nagy lesz kótyavetyének. Nem baj. Majd készítek neki egy másikat kisebb méretben. Ezt pedig már tudom is, hogy kinek ajándékozom. Hölgyeim és uraim, íme a sajt! Akarom mondani, a kisegér sajttal! Milyen rafinált kis cincogi, hogy kagylózik a lapát füleivel. Őt bizony nem kapja el egy círmos cica sem.